Csoki papír zörgésben szegény adásfelvételt kívánok mindenkinek. Szerbusztok! Hello! Szevasztok! mindig az marad a végére, meg az van csöndben, aki csinálja a balhét, ugye? Ugye? Túró Rudit zörgető, ugye? Nem értem a kérdést. <laughs> ez nem kérdés az, volt, ez az még a backstage volt, Charlie, ne hülyeskedj. Backstage? Még a Jaj, lámpa nem világított. On air nem volt. És még ott van a szájában a túró, Rudi. Az egész adás alatt ebből fog táplálkozni. Túrorudi ízű likvid. Na, mi történt? Nem sok. <laughs> nem kivondottál sok minden történt. Semmi nem jut eszembe. Egy jó pofa. Jaj, dehogy nem, dehogy nem. Megjött a Kickstarterről kicsinálsági. Megjött az egyik Kickstarteren rendelt társasjáték és a hétvégén be is üzemeltük és ki is próbáltuk a Marvel United nevezetű csuda kis játékot, ami egy max. négy fős kooperatív társasjáték. játék, kis Marveles figurákkal, és ezek nem ilyen életűségre törekvő figurák, hanem ilyen nagy, fejű csibi stílusú figurák, de aranyosak. Úgyhogy leteszteltük, és marha, marha jó volt a játék. Ez egy nagyon kellemes aspektusa volt a hétvégének. Illetőleg tegnap így derült égből villámcsapásként rámért a volt kollégám, volt menedzserem, aki egyébként Szomfranciszkói, hogy egyébként éppen itt van Magyarországon, és nincs kedvem meginni egy bambit vele. Úgyhogy gyorsan össze is futottam vele, meg egy aktuális. Volt kollégám is. Aktuális kollégám is egyben, és nagyon kellemeset beszélgettünk ott a Dunaparton a Bálna oldalában. Ezek voltak igazából az említésre méltó eseményeim az elmúlt hétből. Veletek mi történt? Mesélj, Na, Nekem... <coughs> Igen, mondjad! Mondtam, hogy mesélj, Fifika! Ja, mesélj! Uh, hazajöttek uh, ismerőseimék, és olyan két hét karantént nyomtak a nyakukba, Angliából két darab ö, ö, negatív covid tesztel a kezükben, hogy csak úgy ö, csillogott, villogott a sztori. Úgyhogy ö, azt csináltuk, tudod így, vittünk át nekik levest, elmentünk a boltba bevásárolni, tehát ilyen <coughs> karantén dajka voltam gyakorlatilag. És uh, baromira sajnáltam őket, aztán vasárnap, uh, nem szombat éjfélkor lejárta a, a karanténjuk, úgyhogy uh, egy ilyen rögtönző utcabálat uh, nyomtunk <laughs> szombat éjfélkor kiültünk sereszni a főútra. És még az utolsó nap azért a rendőrök így este 6 órakor megnézték őket, hogy megvannak éj de Na, szóval ér érdekes volt. És tudod, azóta már lecsökkentették tíz napra a karantént, meg nem tudom én mi van, de. Ja, és a tesztára is lejjebb ment, úgyhogy ők ebből mind-mind mind, Mind-mind kimaradtak. <laughs> Egyébként. Ja, és veled, Charlie? Képzeld el a. Ezt több aspektusból meg tudjuk közelíteni. Egyrészt én már nem tudok annyira kacagni azokon, amiket mondotok, mivel hogy? Azért mivel hogy, mert jött tegnap előtt egy üzenet a telefonomra, és nem a vírus radarból, hogy itt most nevet nem mondok, de az én drága feleségemnek még a mikor az általános iskolában tanított a kollega nője és a férje, aki egyébként azért szürális a dolog, mert ott voltak ugye az esküvőnkön is, tehát ismertük mind a ketten, és annyi volt az üzenet, hogy nevet most nem mondunk, a Covid vitte el, és a felesége is azzal van kórházban, de a férfinak más volt az alapbetegsége, mert ez olyan divatos szó lett, hogy alapbetegség. Szóval a kedves ismerős meghalt. És hogy... Mosszús, részvétem, Charlie. Hát annyira nem volt közeli ismerős, de tudod, amikor, amikor már a halál szelét így érzed, akkor egész más, más a dolog, és két felnőtt gyereket hagytak, vagy hagyott egyelőre a, a férfi maga mögött, de nem is Hát ez is egy szürreális dolog, de hogy ő tulajdonképp hogy került kórházba. Tehát, hogy elment az ellátórendszer legelső pontjához, a házi orvoshoz. Hogy lázas, köhög, jó, influenza, menjen haza, itt van antibiotikum, szedje. És négy nap múlva nagyon szarú volt, és... és csak meg kéne csináltatni azt a Covid-tesztet. De hogy kell megcsináltatni? Nem, ez influenza lesz. És a végén rá még egy napra azt hiszem a mentővittel a illetékes kórházba, ahol a Covid-tesztre írd és mond, öt napot várt, öt napot, és, és hát utána, utána összeomlott a szervezete is, és föladta a küzdelmet, nem is tudom, hogy a feleséget tudja -e egyébként, hogy ö, mi történt a férjével. Úgyhogy szürreális a dolog, és ma jött a hír, hogy a, a kedves apósoméknál ők egy, egy, ilyen, hogy mondják ezt, tudod, ez a régi téglaépítésű négy emeletesben laknak, és hogy ö, a házban az egyik ajtó már kín van a piros cetli. Ó, mondom, de jó. Tehát ez a jártunk orvoshoz lábon, megmászkálunk, megkilincset fogdosunk, azt mondtam anyóséknak, lakásból nem kimozdulni, holnap lemegy a sógornőm szépen, ami kell, azt leviszi, hétvégén megyünk mi, ami kell, azt levisszük, tehát nekem mondhat bárki bármit, gődény doktor, meg a tököm, tudja kicsoda, ismerősök között is vannak. Nem azt mondom, hogy vírus tagadók, de ez a, hát ez föl van fújva. Ez, ez hülyeség, ez föl van fújva. Jó, oké. Okay. Én ezek után nem tudom azt mondani, hogy föl van fújva. Amikor az ismer, egyre szűkül a kör körülöttem, hogy kinek a kicsodája vírus fertőzött, és ha nincsen ellenszérum, meg nincsen oltóanyag előzetesen, akkor, akkor azért nem olyan funky szerintem a helyzet. Úgyhogy hát most ilyen Ö, nem túl vidáman telnek a, a napjaink, úgyhogy uh, körülbelül ennyi. Tehát itt már kezd eltörpülni az a dolog, hogy nem tudok a lábomra állni, mert úgy fáj az lesz inam. Most uh, megint uh, a ceciliák ékon van a, a, a fókuszpont nálunk, hogy mit mondanak, vagy éppen uh, mit terjesztenek. Uh, Neveket nem mondok, de, de van olyan egyetemista ismerős, akinek van olyan szerencséje, hogy, hogy a családtól ő kapott egy lakást, mikor az egyetemet elkezdte, és ők sportol, tehát él sportoló. És mondta, hogy hát már nem ment be az egyetemre. Mondom, hogy, hogy? Hát mert, hogy van ez. Na mondom, az fasza, és hogy házi karantén, vagy valami? Nem, orvosos sem ment. Tehát, hogy ezek a, ezek a sleeper agentek, tudod, akik lábon kihordják, majd lesz valami, és, és akikről írják is, ugye, hogy nem tudjuk, hogy hányan vannak, mert, mert egyszerűen nem, nincs rálátásunk, hogy, hogy ki az, aki elmondja, és ki az, aki nem. Elvonult a családtól, ő most egyedül van abban a abban a pesti lakásban, és a többiek meg nagymamáékkal a, a vidéki házban. Nem, nem, tudom, még nem tudtam eldönteni, hogy ez totál felelőtlen vagy sem, de erős, erős a dolog. Úgyhogy ezért nem is, engem aztán lehet köpködni, hogy, hogy milyen paranoiás vagyok, én azóta sem szeretek senkivel kezet fogni, max öklözünk, de ne, tehát szűkítsük le a, a, az emberi kapcsolatokat annyira, amennyire csak lehet. Ez az én véleményem, tehát bárki más azt felőlem mehet mindenféle COVID partikra, de én maradok itthon meg a... Meg a... Emlékszel, hogy mit, mit írtam neked erre? Ö, sok minden történt, úgyhogy bocsásd meg nekem, de... Ne. Nem feltétlen. Tehát nem. Azt írtam, hogy Darth Vader is ö, egyszer vette le a maszkot, 5 perc múlva halott volt. Tehát. Igen. <kül> Úgyhogy mindenki ö, figyeljen oda, mert tényleg az lehet, hogy te nem is érzed, hogy beteg vagy, aztán mégis vírushordozó lehetsz. Tehát így álljunk hát, ja. Ja. Még az előzőjét ezt tartozik azon amit hogy így a tavaszi-nyári időszakban gyakorlatilag lepkehálóval kellett kergetni az infokat is, hogy valakinek a valakiének a valakije az esetleg covidos volt, semmilyen nem volt. Most még így az elmúlt hétben így közvetlen közelről, de így egy vagy két áttéten keresztül, hárman is egy hét alatt. Úgyhogy, ja, durvul. Igen, és egyre közelebb Csakkor van. a kaszás, csak... és ez csak rosszabb lesz. Igen, csak hogy mindenki, a, a, ugye a nyárból indul ki, az egész ország hogy meg lett szivatva, Otthon ültél a 35 fokban, nem mentél vízpartra, és közben meg nem is volt semmi. Úgyhogy most én elindulok jelszóval, mindenki elindul. Mert most aztán nekem nem mondja meg egy Müller Cecília, de ne a Müller Cecília mondja meg, hanem tényleg olyan, olyan ö, károkat tud a szervezettel okozni, hogy ö, még csak az a legjobb, hogyha lélegeztetőgépen van az ember egy hétig, két hétig. De hogy milyen szövődmények alakulnak ki, azt senki nem fogja tudni, illetve hát lehet tudni, hogy mik, mik történtek. Épp, ö, épp ma olvastam, hogy ö, hát itt, itt nem válogat, hogy csak az öregek, meg csak a krónikus betegek. 28 éves amerikai rezidens ö, orvos kislány volt az, aki hát föladta a szervezete ugyanúgy, és ő betegeket ápolt, aztán ő is elkapta szerencsétlen így járt úgy, hogy mindenki vigyázzon magára, mert itt már a kertek alatt avászkodik a rohadt koronavírus. Bárki bármit mond, ez van. És a számokat nem tudjuk, de Krisztián, neked átküldtem azt a görbét, vagy a bekommenteltem a posztod alá a Facebookon, hogy elég ja. csúnyán elindult fölfele. Úgyhogy még lehet, hogy dóc, az jó, mert tényleg elejére, végére egy lezárva tábla, és... Hello gyerekek, ide ne Na, Nincs vége, csak eleje van, csak eleje Zsák, van. Zsákfalu, pláne. <tört> <tört> Jó van, csapassuk akkor a témákat. Csapassuk. Azt is mondhatnánk, hogy sokkal vidámabb témákkal evezzünk. Ö, hadd dobjam be rögtön a kavicsot az elcigarettázás álló vizébe, és kezdjek a kettes ponttal. Nem tudom, Krisztián, hallotta de lehet előkapni a behűtött pesgőket? Krisztián Egei a VR the Champions mintájára az egeket verdesik, ugyanis Stanton Glance uh, indoklás nél. Aha, a sört. Stanton Glance uh, uh, indoklás nélkül uh, uh, befejezte pályafutását a. Uh, Kalifornia San Francisco ö, egyetemen, és ö, és Clive Bates egy ilyen kis finom ö, tweet bejegyzésben csak annyit írt, hogy évekkel ezelőtt kellett volna megtörténnie, sok életet megmentettek volna vele. Úgyhogy ö, ja, hát ö, ilyenek ö, történnek, nem tudom, hogy mi lehet a hátterében egyébként, ugye ugye ő már januárban lemondott az igazgatói posztjáról a UCSF Center for Tobacco Control Research and Education. Fordítsa le valaki pontosan, hogy náluk ez mit takar. De egyébként ugye annak a szervezetnek volt a feje, ami 2018-ban is egy ilyen gyenge 20 milliós. Apanást kapott az FDA-NIH, az, az az ottani népegészségügyi intézet, vagy mi az pontosan, Krisztián, mert én azt ki? Meg nem mondom neked a fordítását. Várjál, ez a National Institutes of Health. Ja. És mindezt a 20 Azaz milliót azért kapták, hogy. Ne fie akkor. Igen. Hogy hogy végezenek tanulmányokat a, a elektromos cigaretta eszközökkel kapcsolatban, majd végezt ö, ö, egy ilyen gyenge 20 millióval még egyszer megküldték, csak hogy lendületbe maradjanak, és ö, ha valakinek még mindig nem rémlik, Stanton Glantz, ugye volt neki volt, ne, volt neki szexuális ö, nem szexuális bántalmazás, hanem valamilyen Zaklatás. Zak és szexuális zaklatási, ugye, amiből egy ilyen 150 ezer dolláros ö, megegyezéssel. Kettő is. Kettő? Én Kettő egyről is volt tudok, kitalál, hogy. És... Az egyik volt számszerűsítve itt. Ja, igen, igen Twice. Igen, azt Aha. Lezárták peren perenkívüli megegyezéssel, és a másik az meg még mindig róga levegőbe. Igen. Ö, szóval egy igazi rock and roll art, ez a Stanton Lens. Ö, meg ugye ott van az a publikáció, amit baromira ö, rosszul sült el. Tudománytalan is volt, ö, vissza is vonták, ö, illetve hát felszólították őket, hogy na, akkor most ilyen hiánypótlás szerűen mutassátok már meg, hogy ez mi alapján született ez a tanulmány, és ezt ö, nem tették meg. Úgyhogy ö, hát hála Istennek, hogy ö, hogy ez a. Ö, hogy mondjam, Amerika Ildikója, vagy ö, Amerika Demián Sándor? Demián Demi, Tibor. Nem Tibor. Demján. Mindig keverem a Demiánt, Demiánt, úgyhogy ezért én kérek elnézést attól, aki nem az. Ö, ja, szóval mi a véleményetek erről a. Krisztián, némán és Halleluja! Csak hogy innen... merevedek. I igen, hogy, 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 hogy mit fog ez eredményezni a mi szempontunkból? Hát azon kívül, hogy nem kell attól félnünk, hogy szexuálisan fog zaklatni minket, Glensz. Hát én abban reménykedem, hogy így az irgalmatlanul silány férc munkák, mint tudományos munkák, publikálása egy kicsit vissza fog esni. És ő egy eléggé masszív hátszele volt a Camping for Tobacco Free Kids-nek. De gyakorlatilag, ami hülyeséget Stanton Grant az elmúlt tizen pár évben összeordott az elcikizésről, arra mind ugrattak. De csinálta ő ezt a passzív dohányzás, káros, passzív elcigarettázás káros hatásaitól kezdve a mindenféle nagyon kétes eredményű meg Megúbuldált fiatalkorúak cigarettázási és dohányzási összefüggéseivel kapcsolatban. Tehát így gyakorlatilag minden területre rátette a pracliát, és, és benyomott valami orvosan or or silány fércmunkát, amire viszont mások az Egyesült Államokba széleskörű kampányokat építettek. Úgyhogy én abban reménykedem, hogy ez most egy kicsit vissza fog esni, és és, és látható lesz. Hát az a baj egyébként ezzel az egész történettel, hogy Amerika az most a, nem is tudom, tehát a, az, az ilyen horror szabályozás alá került, tehát a, a Stanton Glantz nyugodtan elmehetett már nyugdíjba, hisz sikeresen elérték azt, amit akartak. Úgyhogy igaza volt a, annak, aki azt mondta, hogy nem, nem most kellett volna, nem tudom, 5 évvel ezelőtt elhúzni a, a francba. Nagyon jó képek jönnek egyébként a privát egy Ejtőernyős, aki elfelejtett Ejtőernyőt vinni magával, meghalt koronavírusban. Ha lett volna rajta maszk, most is élne. Nem biztos. Sőt, valószínű nem. Tehát, ezt akartam épp mondani, hogy hogy azért azt ne keverjük össze, hogy hogy valakinek volt mondjuk alapbetegsége, cukorbetegség, vagy most már ugye borzasztó nagy kockázati tényező az elhízás, vagy nem tudom is én, akármi. Tehát mondjuk COPD-s még ez mellett is, tehát ilyen légzőszervi problémái vannak, vagy kemoterápiára jár és rákos. Tehát a, ha, nem, ha, nem, az alapbetegsége miatt hal meg, hanem elveszti a küzdelmet a Covid-dal szemben, az mindenféleképpen a Covid áldozata. Én legalábbis ezt gondolom. Csak nem így kalkulálják, mert akkor sokkal több lenne. De vissza a stenton szerintem. Szerintem igen, igen, igaza van fifikának. Tehát az, hogy Stenton-lánc eltűnik a dohányzás e szabályozás egéről az Egyesült Államokba, az nem teszi meg nem történté azokat a károkat, amiket eddig okozott, és valószínűleg vezettek a szabályozás jelenlegi állapotához. Olyan, mintha folyamatosan az lenne a szádon, hogy aki eltűnt a dohányzás fókuszpont Mindig ez jön a fejembe, és látom, hogy te is egy picit mindig megakadsz a dohányzás. Nem, nem fókuszpont, az másik, az az itthoni, de az ottani. Jó, oké, onnan tűnt el. Pedig ja. nem is, nem szoktam a dohányzás fókuszpontra gondolni egyáltalán. És hol tartottam sárgát? Megafaszkodtad a gondolatmenetemet. Hát nem hiszem el. Én Na mindegy, az a lényeg, hogy ami károkat okozott, azokat már okozta, úgyhogy ja, igaza van fifikának abban, hogy ettől, hogy ő eltűnik, még nem fog minden visszacsinálódni, vagy helyes kerékvágásba terelődni, de már igazából az is nagy öröm, hogy nem kell a balfasz hagymázas összelopkodott, összehazudott hülyeségeit olvasgatni a továbbiakban. Ő már csak így marad meg az emlékeinkben. Balfasz hagymázas. <laughs> Lehet, hogy neki volt ez az írtózatosan nagy ötlete, amit a Vaping Poston olvastam egyébként szintén ma. Én ezt így, így nem akartam elhinni, hogy ilyen van. Hát Louisiana-ban azt mondják, és ez nem törvénytervezet, hanem ló. Törvény azt mondja, hogy, hogy a kanabisz mint olyan, kezdenek rájönni, hogy hát az nem úgy van ám, hogy ami kanabisz, az minden az ördögtől való, és hogy az a fura, hogy most nagyon aló másik oldalára kezdenek át billenni ezzel szerintem, hogy igazából nem kell neked, hogy olyan betegséged legyen, hogy mondjuk a, a kannabisz, az orvosi kannabisz felhasználása azért legyen neked indokolt, mert mondjuk rákos vagy ne adj Isten, és, és ezzel fájdalmat enyhítesz, hanem ha az orvos neked azt mondja, hogy bármilyen szinten segíthet neked, ergo dok itt egy százas, akkor, akkor a do, doki fölírhatja neked, és onnantól kezdve mehetsz be a, a, az ottani shopba, hogy szeretnék a mit tudom is én milyen ganjából egy-két grammos porciót, és, és ez tök rendben van szerintük. És, hogyha már itt ennyire rendben vannak a dolgok, akkor viszont rá kéne nézni a körmükre a vépereknek, mert az, mert az hogy van egyébként, hogy, hogy vépelnek, és, és mondjuk a saját autójuk van ahol dohányozhatnál, de tulajdonképp cigarettázni a kocsiba sem lehetett, hogyha gyerek ült melletted, ami szerintem valahol azért ö, egy reális elvárás, hogy ott az ember ne füstölögjön. Na de most, kitalál... most kitalálták ezek az agyasok, hogy igazából ö, hát vépelni se lehessen már, akkor basszus. Hát hogy néz az ki? Hogy cigarettázni nem lehet, vépelni meg lehet? Hát akkor mindenki vépelne a kocsiba. Bakker. Hogy döntöm én el mezei járőrként, hogyha valaki előttem füstölög a kocsiba, az most cigaretta? Vagy elektromos cigaretta? Biztos úr, segítünk önnek. Ami a kocsiból kijön füst, az mind illegális. Úgyhogy bár... Várjál, most összekötöm a kettőt. És ha orvosik, annabizt szív. Ha? Ha? Krisztián csak emeli sörét. És mindenre még rátesznek egy lapáttal, azt mondják, hogy most megnyomjuk a Knight Rider kitjén a turbo boostot, és mi lenne, hogyha azt bevezetnénk, mint ami van abban a kis rántott fasírt alakú országban, az a Magyarország, hogy, hogy nem lehet távértékesíteni. Csináljuk meg szerintem itt is, mert ez tök jó ötlet. Úgyhogy azt mondják, hogy nem mindenkinek, de az USPS-nek, tehát az amerikai posta szolgálatnak azt mondják, hogy ne kézbesíthessenek ö, elektromos cigaretta termékeket, azért, mert ugye nem lehet ám azt csak úgy lerakni a küszöbre, hiszen rendelne a kicsi Joe, aki mondjuk 8 éves, vagy mondjuk Zsult rendelne a 12 éves Nikolett, aki utána bevinné az iskolába. Ezt ki lehet kerülni, hogyha FedEx, vagy UPS, vagy DHL, vagy más szolgáltatóktól lehet csak, akiknél ugye megvan, tehát megkövetelik, hogy úgy veheted át a csomagot, hogyha aláírod. Ez tök jó, csak itt írják, hogy mivel ezek prémium szolgáltatók, tehát gyors posták, ezért hát az se lesz ritka, hogy mondjuk egy termékre még egy ilyen laza 20 dolláros postaköltség hirtelen rámegy, és a másik gond, hogy általában ezeket azért postán rendeli az ember, mert mondjuk ott is van postán maradó, és dolgozok, mikor jön a postás, majd átveszem este. Hát itt nincs ilyen, maximum melóhelyedre kérheted 20 dollárért, hogy hozzák munkaidőben. Szóval jó megtekerték Louisianában a, az állóvíz posványos mocsarában a fakanalat kíváncsian várom, hogy mik lesznek a visszajelzések. Mint ahogy egyébként az angolok is egy picit előre szaladtak a, a hogy is mondjam, a trollkodás emeletes buszán, mert a, az angliai önkormányzatok, ezeket tanácsnak hívják, vagy tanács, tanács vagy Tanács, igen, nem? az angol tanácsok, ahelyett, hogy azzal foglalkoznának egyébként, hogy az, az területükön élők életminőségét javító ö, dolgokkal foglalkozzanak, ők most kitalálták, hogy ha te home office vagy otthon, abban a szobában, amelyikben a home office teljesíted, ott nem füstölhetsz. Tehát nem gyújthatsz rá nem vépelhetsz, érted? De ezt ki fogja ellenőrizni? Lehet, lehet, hogy mindenki kap a homofizba egy szolgálati füstérzékelőt, ami az IoT rendszer, ugye Internet of Things, össze van kötve az IT-sok belső rendszerével, és becsatlakozik a VPN-re, és ha te gőzölsz, akkor megy a riasztás a főnöknek, hogy vépelt munka közben. Tehát ahelyett, hogy akadálymentes, mit tudom én, bejutást biztosítanának az épületeikben, ezzel vannak elfoglalva érted, hogy a te home vajon füstölsz vagy nem. Tehát dohányzol, e-cigarettázol, <kül> mondjuk az, az, nem volt ott például, hogy kábítószert nem fogyasztott home közben. <kül> <tehát> <kül> Igen, gyógyszerre bort, vagy valami. <kül> gyógyszerre bort, vagy pálinkát, vagy valami. Tehát ez ilyen, ilyen, nem is tudom, ez tényleg a, a magánszférának valami Tehát nem elég, hogy, hogy a saját lakásomat a cég javára használom, és, és egyébként ugye ebben a vírusos ö, helyzetben a, a home office az egy tök jó dolog, mert nem kell kontaktálódnod egy csomó emberrel napközben, ki, kimozdulni, tömegközlekedni, stb. stb. Tehát aki teheti, szerintem az ö, mindenkinek ö, ezt kell tennie. Na de hogy beleugatni abba érted, hogy, hogy a home office még az mellett mit csinálsz a saját lakásodban, az azért már szerintem egy picit túl a célon. De ezt már be is vezették, vagy ez egy tervezet, vagy csak egy javaslat, vagy ez hogy? Ez mi? Hát ezt a déli telegráf írta ö, meg, és ö, sajnos a déli, betettem a linket, de a, a déli telegráf egy ö, elég eléggé olyas, tehát ott csak így a, a főcímet engedés utána már fizetős a, a, dolog, de most így van ilyen free regisztráció, úgyhogy azzal ö, ö, megnéztem, nem, nem tervezett, tehát ö, ezt ö, kiadták utasításba, és ö, és nagyon jó ötletnek tartják, és ö, nem, nem gondolják úgy, hogy ez beavatkozás lenne a, a dologba, hanem egyszerűen a dolgozók egészségének védelmében született meg ez a, ez a döntés. Úgyhogy... Ö, ez a dohányfüstmentes ideológiának egyfajta tovább gondolása, és jóvá is hagyták. Tehát annyi talán, hogy a, a helyi szinten rád van bízva, hogy mi van, és a 147 tanácsból 88 korlátozza, 49 pedig betiltotta, és csak 10 nem kezdett ezzel a javaslattal semmit. Hát erre el tudnám mondani a saját tapasztalatomat, mert hogy éppen ma is homofisztoltam, tegnap meg nem, és a kettő között rajzolni lehet a különbséget. Nem az, hogy igen. Káros a home office, mert sokkal több likvid fogy egyébként aznap, de olyan Amint. kellemes volt, hogy, hogy így ültem a gép előtt, és a kreatív gondolkozásban egy kis ecigi, nem azt, majdnem azt mondtam, hogy fröccs, de nem, egy kis ásványvíz, és ezzel a kombóval így jó, néha megszólal a telefonon, beállítottam, hogy föl kell állni, föl kell állni, de fantasztikus, egész más a minősége számomra így a munkának de ezt én a is találtam egy új szintjét, nem voltál még itt Krisz, mondtam Fifikának, hogy takaró, nyolc részbe hajtva, tudod, ez a vékony akármilyen, amit csak így délutáni alváshoz magadra terítesz, és ha beszívod a gőzt, és abba belefújod, akkor semmi az ég egyet a világon nem látszik, mert ugye a, a, a kicsapódó párát azt felfogja. Úgyhogy én ezt már egy Bergman csővel tovább gondoltam, hogy a munkahelyre, mint a szimatszatyrot leraknám a földre, Bergman cső a kezembe, a végére még egy kis csappantyút is rakhatnék, hogy visszafele ne áramoljon, és akkor csak így szívnám az encikit és fújnám a bergmancsövet, csövet. Úgyhogy szerintem azért ebben van még potenciál. Lesz ebből, lesz ebből termék, már látom. <gül> <gül> vép, vép box. Igen. <laughs> hát ez, a, ez, a, ez az otthoni verzió, tudod, a nagyobb. Ezt jóval drágában kéne szerintem, Krisztián, majd árulni. A kicsit a pocket méretet, azt azt lehetne ilyen tízezer környékén, és akkor mindenki boldog lenne. Nem csak hülyéskettünk, nehogy elhiggye valaki. <laughs> Kickstarterre gyerünk. Nem értenék, hogy mi ez, hogy egy takarót hajtogat és abba fújja az elciginek a gőzét. Bolond ez? Nem, realista. Hát addig, amíg. Tehát én nem is tudom, hogy a, a mi munkahelyünk, vagyis hát az enyém, csak így mondom, az én munkahelyem a home office ö, irodai berendezéseket ad, és ne csak arra gondolj, hogy monitor vagy számítógép, hanem hanem a kialakításához is hozzájárul irodaszékekkel például, ami, na, hát nem egy olyan olcsó mondjuk egy irodaszék. Ilyenekkel kell hozzájárulni, nem azzal, hogy uh, otthon nem lehet. Vagy, vagy hogy értem én, hogy nem fognak téged számon kérni, csak hogy így, uh, mit tudom is én, a munkahelyi balesetnél majd lesz egy ilyen rublika, hogy homofizva volt és gőzölt közben lehet, hogy azért csúszott el a lépcső, mert nem látta a nagy gőztől, hogy jön a következő lépcsőfok, vagy el nem tudom képzelni, hogy milyen megfontolásból, vagy hogy rárakódik a számítógépre a, az elektromos cigaretta párája? Nem tudom, Krisztián, ebben neked van mostanában rutinod. Az mindenre rárakódik. Mindenre is. Ja. Belebújik belebújik, és amikor nem válnád, akkor hirtelen a fenekedbe beharap, és elrontja a garanciális javításodat. Jó, szegény! Egyébként nem tudom, hova, hova lehetne még ezt fokozni, tehát, hogy mi lesz a következő, hogy home office-ban nem fogadhatsz családtagot abban a helyiségben, ahol dolgozol. Home office-ban nem szexelhetsz. Home office-ban... Mit tudom is én, be, ke be kell jelentened, amikor uh, elmész a budira, vagy tehát érted? Hát mondjuk azért a mi munkakörünk is olyan, hogy nekem például nem bejelenteni kell, de hát uh, dolgozunk hárman, négyen, három, négy telephelyen, akkor azért legalább egy AFK-t beírok, hogy ne számítsatok már arra, hogy én nézem éppen most a monitort, mert mondjuk elmentem síelni vagy... Vagy ö, bekapni, nem úgy bekapni valamit, jaj, félre ne Jaj, 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 ja, ja, ja. És a sírni is csak értem. Pisilés jelent. Hogy reggelizni, vagy valami, tehát, hogy nem vagyok gép előtt. Ez szerintem még azért úgy a, annyira nem nagy terror, de mondjuk a, a... Vannak olyan munkakörök, ahol megfigyelik még a billentyűzet leütést is, meg a képernyőképet is. Vannak ilyenek, ebbe vele kell nyugodni, hiszen ez a munkakör, munkaköröddel jár. De azt én nem tudom igazából megindokolni semmivel, hogy itt honne gőzölhessek. Vagy akkor a szobában ki kell kapcsolnom a párásítót is. Párásító podcast, értitek? Szóval, hogy azt is kikapcsoljam, míg dolgozom. Nem, nem tartom én ezt életképes dolognak, meg hogy ez milyen kontroll fakad, őrület. Bolondok ezek, mind a hányom. Viszont az új zélandiak nem, hogy így ráfűzzek a, a mondatodra. Három éven keresztül követték a, a dohányosokat, akik egy cigarettával próbáltak meg leszokni. 2016-tól 2019-ig tartott ez a, ez a, a követés, és, és a felmérés kimutatta, hogy a a cigarettások egyrészt nagyfokú tudatossággal tértek át. És 98% uk állította azt, hogy tisztában van a, az E cigarettával. 77% számolt be arról, hogy megpróbálta a gőzölést. Még 22% legalább havonta gőzölt, 11% pedig E cigarettát használt. És uh, egyébként. Uh, azt tényleg csak így lábjegyzetbe jegyzem meg, ugye, hogy az Egyesület elindított egy fölmérést a dohányosok a részére, illetve kíváncsiak vagyunk a, a dohányos attitűdökre. És ott is, ha ugye már van, van egy ilyen száz körüli kitöltés, vagy már több, de hogy, hogy ott is a, a háromnegyede a dohányosoknak tervezi a leszokást. Tehát, hogy aki dohányzik, az egyébként folyamatosan ebben a, a kicsit mókus kerékben van, hogy, hogy mindig szeretnék leszokni, próbálkozok, stb. stb. Aztán nyilván, hogy, hogy visszatér valahogy a, a dohányzás. Egyébként a, a leszokók 23% a elektromos cigarettával tudta letenni a dohányzást, ami szerintem egyébként jól mutatja, hogy a tapaszhoz és, a, és az egyéb uh, nyalánkságokhoz képest mennyivel hatékonyabb a, Szép szám. az elektromos cigaretta. <coughs> és ez a fölmérésünkből is egyébként uh, visszaköszön, mert... Uh, arra a kérdésre, hogy, hogy miért dohányzol, a legnagyobb arányú válasz az a szertartás volt. És az elektromos cigaretta valójában szerintem miután szinte 80%-ban követi a dohányzási szokásokat, ezért pont ezt a szertartás részt adja meg úgy, ugye, hogy sokkal uh, kisebb a, a károkozó képessége. És hát Új-Zéland egyébként abban bízik, ez már így a, a cikk vége, hogy 2025-ig elérik azt, hogy Új-Zéland uh, dohányfüstmentes uh, legyen. És ugye ez nem azt jelenti, hogy nem lehet majd elcigarettázni Új-Zélandon. Úgyhogy. Rá ezt előre. nekik el is hiszem, basszus, hogy azt megcsinálják. Hogy igen, igen, igen. Holott, ne, ha jól emlékszem, Krisztián, Új-Zélandnak az első hozzáállása elég meredek volt az elcigarettához, és aztán megváltozott valamiért a, a hozzáállásuk. Azt a valamiért úgy hívják, hogy a Billion Lives. Ezt akartam mondani. Igen, <laughs> <laughs> igen, igen. igen teljes 180 fokot fordultak a Billion lives otthani premiére után. De, de, de. Mindig van egy okos, tudod. Tehát a, az egészségügyi ö, fasizták, ezt annyira szeretem ezt a az egészségügyi fasizták mindig kitalálnak valami okos dolgot. Szerinted mi a követke? Tehát tudod, már volt a nikotin halálos, a mindenféle. Szerinted most mi, mire fordultak rá? Na mire? Hát képzeld el, hogy az e-cigaretta felhők, azok nem gőzök. Oh, ne, oh, tényleg? Ne használjuk ezt a kifejezést, mert ez olyan, hogy úgy is szokták mondani, hogy ez, ez, ez nem nem, nem, nem elég vissza. errettentő. Igen. Érted? Nem elég elrettentő. Helyette hát, használjuk hát, az aeroszolt. De hát ez nem tőlük fakad, nem emlékszel? Egy négy de. Vagy öt éve volt, amikor de. ami saját kedves horvát Ildikónk azt mondta, hogy milyen mi a hülyék ezek, azt se tudják, hogy az nem gőz, hanem aeroszolt. Igen, és erre végezt képzede, hogy tehát, hogy, hogy, mire van pénz? Hogy végeztek -e erre kutatást, baszki, hogy melyiket tartod riasztóbbnak? A gőzt, ne. a gőzt vagy az aeroszolt, mint kifejezést, érted? Tehát, hogy azért, azért mögé tették, tehát lehet, hogy az Ildikó még csak így zsigerből tudta ezt a sztorit, de, de hogy azért ők mögé a fölmérést, és, és megkérdeztek, nem tudom én, mennyi embert, hogy szerintük melyik az elrettentőbb, a gőz vagy az aeroszol, és nyilvánvalóan az aeroszol győzött, úgyhogy innentől kezdve az összes ilyen uh, ember már csak úgy fog a gőzről beszélni, mint aeroszol, úgyhogy uh, nem tudom, tehát uh, én azért javasolni fogok uh, egy-két uh, magyarországi gyártónak, hogy ezek után ez spré alakba legyen az összes kazán, tehát ilyen lenyomható, és tényleg ilyen aeroszol eregesen magából. Fifika, egy dolgot felejtettél el igazából, de próbálom ezt neked... Uh... Figyelj, Charlie, mögötted egy aeroszol! Igen, Nem. azt próbálom neked uh, megbocsátani, hogy elfelejtetted, hogy a Kárpát-medence, az tulajdonképp a világ ö, tudat és szív csakrája, és miért lepődsz meg azon, hogyha itt valamit Ildikó kimond, az egy idő után eljut, pillangó effekt, ott lesz pillanatok alatt Új-Zélandon is. Tehát ez, ez, ez nem úgy működik, hogy csak úgy itt valamit benyögnek, és aztán az, az megáll a, a Kárpát-medencében, mint egy posványos vízben Nem. Ahogy ennek rendje van, szépen terjed a hülyeség. Ja, Istenem. Igen, igen. Mint például az ez a hülyeség, tehát... hogy ez teljesen off topic, csak dobálgatják be a Patreonok. Köszönjük szépen, köszönjük szépen a rengeteg ötletet, meg kommentet, amit adtok nekünk. Én Krisztián idáig nem tudtam, hogy az IKEA-nak a lakasztala, tudod, a lacke, az konkrétan mm -hmm. unit széles. Tehát a két lábába bele tudod fúrni a csavart. Hát, Nézz, nézz át a Patreon Stars uh, írógatós csoportba, és a Bódis Peti berakott kettőt uh, wow. regbeszere. Hát ez... Minek ide 60-80 ezer érreg rény Lakasztal, fölülről megfúrom, hogy kicsit meglegyen a flow, legyen vortex, aztán hat szóljon. Hát ennyi. 5000 forint. Ez a Köszönjük szépen a találatot. Úgyhogy... <coughs> hát... Uh, ezt a, ezt a, felhők meg a gőzök, ezt én nem is tudom, hogy azért tovább fűzöm a gondolatmenetet, hogy egy idő után majd azért fog téged megállítani a gondolatrendőrség, mert nem elég ijesztő pamacsot fújsz ki. Tudod, mint a cigarettás dobozon, hogy ott kell lenni egy rákos tüdőnek, vagy egy gégemetszésnek, hogy itt is, hogy a túl barátságos az a pamacs, amit kifújt, 5000 forintra bírságolom. Igen és uh, túl... még tovább lehet fűzni, hogyha túl vidáman öltözködsz. Túl vidáman öltözködsz. Vicces pólóba, az, az, a gyerekeknek szólt. Ne egy hogy uh. hogyha vicces póló van rajta. Igen. Sőt, a gyerekekre csak szúros szemmel vépelve lehet ránézni, hogy ijedjenek meg tőled, és, és, egy életre menjen el a kedvük a vépeléstől. Hát egy rendes véper, az tudja már, hogy hányas a kabát. Ha, óriási. Azon gondolkoztam, még a beszélgetés elején hangzott el, amikor mondta Fifika, hogy ő azért egyetért azzal, hogy autóban ne dohányozzanak. nem emlékszem, hogy egy pár évvel ezelőtt ezt nálunk is fölvetették, hogy betiltanák az autóban dohányzást, ahol, ahol, gyerekek is vannak. És nyilvánvalóan a fiatalkorúak egészségének a védelme egy fontos dolog, csak azon gondolkozom, hogy az a szülő, aki az autóban is dohányozna a gyereke mellett, az vajon otthon nem fog dohányozni? Tehát akkor akkor mi értelme ennek az egésznek? Hát én azt gondolom egyébként, hogy az, autóban dohányzás, mint tevékenység több, több problémát is vett fel. Egyrészt kurva baleset veszélyes. Tehát szerintem, amikor vezettünk és dohányoztunk, biztos, hogy mindenkivel előfordult, hogy kiesett a parázs a cigiből. Meg, hogy hány olyan autót tudtál akkor venni használtan, ahol a, a két combot között az ülés ki volt égetve. Igen, igen, igen. Ez tipikus szivacsig átégetve. Igen. <síns> tipikus ö, ö, sztori. Meg hát ugye iszonyúan büdös a, az, az autó egy idő után tőle. Ö, de biztos, hogy, hogy egy felelős szülő az át egy nem dohányzik az autóban, át kettő ö, kimegy ö, dohányozni a lakásból is. Hát Tehát ugye, a, még, még emlékezz sem. vissza arról is beszéltünk, hogy miután hagyod a cig, cigarettázást, még utána mennyi ideig ö, lélegzel ki káros anyagokat. Tehát erről is volt szó a 300 adásunk valamelyikében, de beszéltünk róla. Igen. Úgyhogy ö, mindenféleképpen azt gondolom, hogy, hogy és még mindig a föl, fölmérésünknek a, az, az anyagajára az, az eszembe, hogy mi az, ami a legjobban zavar a dohányzásban, és mindenki a, a szájszagot és a büdös ruhámat választotta. Tehát nagyságrendekkel ez a két dolog volt, az, ami zavarja őket. És <tosz> És azért már eljutottunk a, a Kádár korszakból abba a, a, a korszakba, hogy tényleg a, a, aki dohányos, az már a dohányzást azért úgy kezeli, hogy, hogy a többieket abszolút ö, ö, ne zavarja. Ezzel egyébként ugyanezt kéne, hogy vonatkozzon a gőzölésre is, mert én is azért itthon gondolom, te is uh, nálatok, azért egy csomószor megkapom, hogy mi a szár szívsz már. <gül> <gül> Megint úgy, hogy én, azt én szoktam, leszoktam... Bocsánat, én azt szoktam megkapni, hogy tudod, hol van az pucoló? Ha, mondom, Persze, hogy tudom. <laughs> Jó, akkor lehet nekiállni. Minden ragad. Minden tiszta ragacs. Hát ez van. Na tehát... Uh... Megint az, amit uh, már feszegettünk, és majd el előbb-utóbb uh, összeállítunk ebből is egy anyagot, ugye véperetiket, uh, véperkultúra, uh, hogyan lehet ezt, uh, ezt úgy művelni otthon, társaságban, uh, egyéb helyeken, hogy hogy ez ne zavarjon senkit. Nyilván zárt helyekről ki vagyunk tiltva, tehát azzal nincsen, nincsen semmiféle ö, probléma, de az, az otthoni ö, használat az, az még, még egy ilyen érdekes ö, ö, dolog. Az is érdekes, hogy mennyire lelkesek itt a pétriónok, azok a pétriónok, akik támogatnak bennünket. Fest évek óta küldözgetik a jobbnál jobb képeket, amákat meg minden. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg miről beszélünk, olvasd el a show keresd a narancssárga Patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. 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 És ha már támogatás, akkor az nem tudom, szembe -e veletek, valamiért, valamiért, nem azért, mert olyan nagyok vagyunk, hanem mit tudom is én, annyira, annyira süllyed a szint a Youtube-on is, hogy bekapcsolták a mi csatornánkon is ezt a, ezt a Csatorna tag leszek opciót, és azt múlt héten aktiváltam, és a hosszas kutató munka és fejlesztés eredményeképp nem igaz. Tehát úgy valahogy próbáltuk átültetni, ne a podcast legyen, de mégis azért valami extra tartalom, és ne legyen csilió millió forint, de hogy körülbelül az a, az a Havi egy doboz cigaretta ára azért már ö, lehet ö, bennünket ott ö, támogatni, és, ö, és ö, ott vannak ugyanezek a szintek nagyjából, mint három szintet raktunk be, de ezeket az adásfelvételeket videóval, képpel, hanggal oda is toljuk föl folyamatosan, és, ö, és ott meg lehet tekinteni, visszanézni, tehát ö, van itt jóság dögivel, jelvényeket kaptok ö, sárga, piros, zöld, elektromos cigaretta a nevetek mellett, tehát mindenki tudja, hogyha kommenteltek, hogy a rengeteg kommentben, ami ugye ott van, hogy ö, hogy mi a túró, ki ez a muki, akinek egy ilyen kis e-cigi van a neve mellett, csak azért, hogy tényleg, ha már fölvesszük az anyagot és rögzítjük, akkor maradjon meg az utókornak így képe hangala. a beszélgetés, és ö, körülbelül ennyi. Aztán jött egy, egy agyament ötlet, Fifikának mutattam, és mondta is, hogy akkor ő vesz egy maszkot a gyerek rugdalózó mellé, mert hogy valamiért a lipszín, ugye ahol mi vagyunk, ők ö, ö, elkezdték ö, nyomni a t publikot gyakorlatilag ilyen freelancer grafikusok, meg mindenféle tervezők föltölthetik oda a munkájukat, és akkor az egész shopot átveszi tőled a, a TeePublic, és te csak föltöltöd a, mit, a párásítónak a, a, logóját, és van belőle maszk, matrica, póló, millió színben, méretben, férfiaknak is, tehát ilyen 3-4 x mert alatta nincsen ember, de és akkor ott mutatta fifikának, hogy még gyerekrugdalózó is, tehát tényleg, amit az ember csak gondol, meg hűtőmágnes anyám kínja, úgyhogy hát tényleg ilyen két-három dollárokért adják ezeket a cuccokat, és akkor ők mindent intéznek a szállítástól kezdve minden szír szart, nekünk csak a terveket kellett föltolni, aztán természetesen majd leveszik a saját sápjukat, és, és ezzel is minket támogattok, hogyha ott vesztek egy pólót, de az mondjuk milyen menő már. <kül> az jutott még eszembe, hogy az Angry véperes es uh, dolgokat is uh, fölpakolhatnád. Meg fogom keresni, fogom keresni meg fogom keresni, Fifika, esküszöm, meg fogom keresni. Nálad van az eredeti <kül> állomány. Igen, az eredeti <kül> állomány nálam van, csak tudod mi a baj vele? Hogy a grafikus srác, a keke, aki csinálja ezeket, a szerelem projektjeimet mindig csak úgy küldi el, hogy e, itt van, ne szebazd meg. És akkor a fájlok -ok ilyen sokat mondóak, hogy a, nb12, q, OSDF, tehát ami épp a keze ügyébe kerül a billentyűzeten, és aztán na itt találjam meg három évre visszamenőleg, hogy vajon mi a pék története ez. Úgyhogy... Mert egy ilyen Angry véperes es maszk az teljesen jó lenne. Abszolút, absolút. abszolút. Még úgy is lenne egy kis, tudod, egy kis filozófia is mögötte, hogy befogják a szánkat. Úgy, mint hogy, a kendővel így betakarnak. akarnak. Meg a betyár de... Hi, ho, oh, oh. Lesznek itt bajok. Ja. Úgyhogy próbálunk terjeszkedni, próbálunk kicsit hogy mondják, ezt mint a független újságírók, tehát az Index is most kapott 200 ezer eurót a, a, valamilyen szlovák a cseh. Még nem, még csak fölajánlás. Igen, ez a, ez a szándéknyilatkozatot kaptak, de na, az is azért jelzésértékű. Úgyhogy, úgyhogy, mi is nem győzzük megköszönni itt a támogatóinknak, hogy, hogy tényleg segítenek, mert olyan üzék vannak, kiadások vannak, hogy nem hiszitek el ami érdekesség, és elmondom nektek is, hogy arra jutottunk végül is, szavaztattam őket itt is, ott is, mindenhol, hogy transzparensek legyünk. A Discord azért jó, mert ugye át tudja venni a Patreon jogosultságokat. Itt lehet csetelni, beszélni, így még videóval is tudtok egymással beszélgetni. És akkor leveszi a Facebookos terhet a vállamról. Most már itt tudok eseményeket is létrehozatni, egy robottal, úgyhogy arra is föl lehet iratkozni, ott van egy események topik, és ha föliratkozik, hogy ott lesz, akkor megy neki a kis gilingalang, hogy 10 perc múlva kezdődik, ülj le a gép elé. Úgyhogy én arra tudok mindenkit biztatni, hogy nem csak, hogy regisztráljatok ide be a Discordra, hanem hát nyugodtan legyetek aktívak. Van chat, van hangcsatorna, van egymás közti beszélgetési lehetőség, azt mi nem látjuk, tehát nem kell attól fosni, hogy el tudjuk olvasni az üzeneteiteket. Tehát mindenkit csak biztatni tudunk rá, és akkor így automatikusan a Patreon jogosultságokat át is emeli. És itt hallgatjátok, mint nem mondok neveket, de a Peti, a, a Gyuri, a Kobretti felügyelő, és a többi, és a többi, úgyhogy gyertek, gyertek, szaporodjatok, sokasodjatok. És van egy amánk is egyébként, de mivel ama, ezért ezt majd adás után a extra részben kitárgyaljuk, de itt eszközök pótlásáról van benne szó, hogyan és mivel tudjuk a megsérült kulák javítatni, pótoltatni, hol, kinél, mit lehet beszerezni hozzá. Ez lesz majd az amában de megkérdezném az adás lezárásaként, hogy van-e valami jó filmetek és vagy sorozatotok? Nekem ja. van, nekem van, nekem van. Mondjad. A csak. Farkas Gyermekei, ö, hogy is volt, kijött három rész, az volt a bevezető, aztán kettő, ö, az ugye öt, aztán megint kettő, és ö, ezen a héten jön a befejező három. És szerintem az utóbbi évek egyik legkeményebb science fiction sorozata. És ez az igazi science fiction, amikor ilyen társadalmi problémákat feszeget a vallás és a nem vallás közti különbségeket. és, és mindez egy baromi érdekfeszítő, keretbe. Én mindenkinek ajánlom egyébként, hogy kezdjen neki, nézze meg. Zseniális a, a film. Iszonyúan szeretem a, a, szimbolikát, ami, ami benne rejtőzik. Ugye két, két nagy nevet emelnénk ki. Egyrészt a a rendezőt, ugye az ugyanaz, aki a nyolcadik utast uh, uh, rendezte, illetve. Ridley Scott. Ridley Scott, és uh, ugye ott van, ki nem mondom a nevét, mert baromira nem, nem tudom, nekem marad a, a vikingekből a a, a fő viking. Ragnar Lodbrook. Ragnar Lodbrook, igen. És egyébként ezt a vikinges. Uh, arcát, uh, abszolút meg lehet ismerni a, a nézését, a kifejezését. Bargajánás. <laughs> Nem akarta. Ja, a regnárság, igen. <laughs> jó a másik az a, a megjött a második uh, szériája az Esernyő Akadémiának, és uh, én most még nem néztem a másodikat, mert a, a nejemet lerántottam valami ezer részes izraeli varázslós sorozatról, és mondtam neki, hogy most már nézzünk valami normálisat, Úgyhogy újra kezdtem nézni az Esernyi akadémiát, és szerintem Paromió, remélem, a, a második széria is ilyen jó lesz, és befejeztem Krisztián a úgy, úgyhogy. Ez egy igen, igen, szép, igen szép kerek történet amúgy, nyitva hagy ugyan ajtót, de maga a tíz rész az egy kerek egész. Tetszett egyébként nagyon. Úgyhogy részemről ennyi. É, é, é. Én, majdnem berusáltam, amikor először, ki tudja hány év után először ott a az űrhajó pilóta fülkében először csinálja, hogy engage. engage. <laughs> Nekem is van néhány sorozatom. Na mondjad. Szóval, kint az új év vagy, elindult az új év az árcsernek, aki fölépült a kómából, és visszatértünk a valósághoz. Nagyon jó pufának ígérkezik szokás szerint. Illetve, Fifika, nem tudom, te tudtad de hogy van egy új Star Trek-es rajzfilm sorozat? Nem. Úgy hívják, hogy Star Trek the Lower Decks, és mint az alsó fedélzetek, és az ilyen futottak még B, B kategóriás Star Trek űrhajós szereplők szerepelnek benne. ővék a főszerep, és nem a kapitányoké, és első tiszteké, és mindenféle szenior tiszteké és nagyon vicces. Én azt hittem egyébként, hogy ez egy élőszereplő sorozat lesz, egy kicsit csalódtam, meg kicsit meglepődtem, amikor kiderült, hogy egy rajzfilm sorozat, de igazából hamar eladta magát. Ilyen, mintha a stuntwreck kereszteznék a, 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 a Simpsons-sal, vagy valami ilyesmi. Alyan rendkívül jó pofe. Tudom ajánlani mindenkinek. Oké, okay, utána nézek. A Challenger-t azt mondtam nektek? Múlt héten? Netflix. Igen, igen, mm. jó, igen. Nem okay. Megnéztem. Igen. És? A, tetszett. Tetszett. A, ugyanaz a, volt, a, amire emlékeztél, nem? nem? Nekem a, a Challenger katasztrófa azért uh, érdekes, mert uh, mi csináltunk egy uh, sci-fi klubot. Szegeden ez a Galactica Science Fiction Club, aminek van egy tábor, most már 33. volt az idén, de itt van valamelyik póló rajtam, a tábori póló. És képzeld, hogy amikor a Challenger katasztrófa volt, mi akkor éppen filmet vetítettünk a klubba. És nem hiszed el, hogy melyik filmet vetítettük a, a, melyiknek volt a Flash gordon -t. És ugye a Flash Gordon kezdődik úgy, Flash hogy egy, egy űrepülőgépbe belefagy a, a Flash Gordon. És pont ezt a jelentet néztük, bejött valaki, fölkapcsolt a villanyt, és mondta, hogy gyerekek, katasztrófa történt a Challengerre. És ez annyira bennem maradt ez, a, ez a, a Challenger és a Flash Gordon közti párhuzam, hogy hihetetlen. Úgyhogy ér érdekes volt, ö, ö, magát a sztorit azt nagyjából ismertem, hogy mi okozta toda a, balesetet, meg hogy mi játszottak közre ebben, és hogy, hogy mennyire leszarták a, a mérnököknek a véleményét, és na, tehát Tegyük hozzá, Fifika, az utolsó 30 évben sem változott semmi, ugyanúgy működött, mint a mi kazánunk. Tehát, ha itt szarazó gyűrű, ez is folyik ott is szar volt, az is folyt. Ebből lett a baj. Egyébként a, az, nem tudom, hogy tudtad de, de a végső konklúzió az volt, hogy, hogy a tömítőgyűrűkre azért volt szükség, mert több darabból rakták össze a gyorsító rakétákat, ami egyébként azért volt, mert egy olyan céget bíztak meg, amelyik a beszállítói kör Kö, közel állt, vagy tehát lehetett volna egy olyan cég, amelyik ott dolgozik nem messze, és akkor egyben tudják legyártani a gyorsítórakétákat, de nem ők egy, egy vallási alapon, ráadásul egy olyan céget választottak, ami jó messze volt, és csak négy darabba tudta legyártani, vagy háromba a boostert, úgyhogy ez egyébként azt hiszem nem derül ki a filmből, de annak idején ez elég nagy port kavarta a vizsgálat kapcsán. Nálunk viszont leülepedik a por, úgyhogy tegyük el magunkat jövő hétre. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Jövő héten majd valamikor máshogy jövünk, mert természetesen meg egy beosztás közben szól, de jönni fogunk, igyekszünk, nagyon szépen köszönjük. Sziasztok! Egy élmény volt, sziasztok! Köszönöm, sziasztok! <coughs>